Jézusom, már szemtől szembe, ó, mi boldog leszek én. Láthatom az örök létben, amely ingyen lett enyém. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre, láthatom a megmentőt. Hányszor bántottam meg Jézust, mi volt lelkem nyomora. Látni vágyom azt, ki mondja, megbocsátok néked ma. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre, láthatom a megmentőt. Szenvedett és meghalt értem, zokszó nélkül boldogan. De én soha, soha eddig szép arcát nem láthattam. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre, láthatom a megmentőt. Téged szemtől szembe látva, mit is mondok néked majd? Biztos azt kiáltom nyomban, szerelmed az égig halt. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre, láthatom a megmentőt. Szeretettel köszöntök mindenkit a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. Ma este egy igen fontos lelki gyakorlatról hallhatunk Farkas Győző lelkipásztor igei üzenetében. Vajon mire vágyik a legjobban lelki szempontból egy ember? Vajon nem arra, hogy kéréseit meghallgassa és meghallja a jó Isten? Az egyik legnagyobb öröme az embernek, amikor imája meghallgattatik. De vajon melyek az ima meghallgatás feltételei? Léteznek-e ilyenek?
A ma esti igeszolgálatban erről hallhatunk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Elgondolkodtam azon, hogy milyen sokszor látjuk a reklámokban és a körülöttünk lévő dolgokban azt, hogy amit kínálnak számunkra, az túl jó, hogy igaz legyen. A reklámokban, vagy akár a bankok hiteleiben sokszor úgy tűnik, hogy olyan csodálatos és olyan érdekes ajánlatot kapunk, hogy az kihagyhatatlan. De sokszor ott vannak a kisbetűs részek is, amiket nem mindig, vagy van, aki egyáltalán nem olvassa el, és a végén kiderül, hogy nem is olyan nagy üzletről van szó, mint amilyennek tűnik. A keresztény életében is újra és újra előfordulhat, hogy halljuk az Isten igéből a bátorítást, amit Pál apostol is Tesalonika első levél 5. fejezetének 17. versében mond számunkra, hogy szüntelen imádkozzatok. A szószékekről, a Bibliából, a könyvekből átjön ez az információ mindannyiunk számára. Viszont úgy, ahogy a
mindennapi életben úgy az ima meghallgatásának is van egy úgynevezett apró betűs része. És ez az apró betűs rész az, amit nevezhetünk a feltételeknek. Tehát az ima meghallgatás feltételei az, amiről szeretnék a mai alkalommal beszélni. Pál apostol bátorít bennünket arra, hogy szüntelen imádkozzunk, de a kérdés az, hogy vajon hogyan tegyük ezt. És egyáltalán, amikor imádkozunk, akkor mi a garancia, mi a biztosíték arra, hogy a mi imádságunk meghallgattatik, és a mi imádságunkra válasz is érkezik. Nézzük meg tehát a hatékony ima feltételeit. Az első feltétele annak, hogy egyáltalán az imánk eljusson Isten elé, az, hogy felismerjük, hogy szükségünk van az imára. Sajnos, hogy még a keresztények között is elterjedt, hogy nagyon keveset imádkoznak. Miért? Mert ha az embernek nincsenek úgymond szükségletei, nehézségei, problémái, ha mindene megvan, ha minden adott, minden gördülékenyen megy, akkor úgy érzi, hogy nincs is szüksége igazán imádságra, nincs is szüksége igazán Istenre. Sokszor a fizikai életben is az orvoshoz csak akkor megyünk el, amikor már nagyon nagy a baj. És ez elég szomorú. Úgy a lelki életben, mint a fizikai életben, hogy csak a szükségben jövünk az Istenhez. De ezt a szükséget fel kell, hogy ismerjük. Legyen kisebb, legyen nagyobb a problémánk, amiben szükségünk van isteni segítségre, ezt fel kell ismernünk. A Jelenések könyve 3. fejezete, a Laodiceának írott üzenet, a 17. versben, Jelenés 3.17 megmutatja azt, hogy tényleg hogyan gondolkozik Laodicea, hogyan gondolkozik a 21. század kereszténye. Azt mondja Laodicea, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Az ilyen ember, aki gazdagnak érzi magát, aki körül van véve minden jóval, minden áldást úgymond élvez, eljut arra szintre, hogy kimondja, semmire nincs szükségem. A probléma az, hogy egyféleképpen látjuk mi magunkat, egyféleképpen lát pedig bennünket az Isten. Hiszen ez az ige tovább folytatódik, és Jézus elmondja azt, hogy az, aki úgy érzi, hogy semmire nincs szüksége, arról azt mondja Jézus, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezitelen. Tehát az ima meghallgatás első feltétele, fel kell ismernünk azt, hogy szükségben vagyunk. Szükségünk van az isteni segítségre. És hogyha felismerjük, hogy szükségünk van, akkor ebből következik a második feltétele az ima meghallgatásnak. Hiszen nem elég csak felismerni a szükségletet, hanem a második feltételként beszélhetünk arról, hogy kérjük a segítséget. Tehát kérni Istentől, hogy segítsen nekünk. Odavinni imában azt a konkrét élethelyzetet, azt a problémát, amiért szeretnénk Istentől választ kapni. Ne csak úgy általánosan imádkozzunk, hanem nevezzük néven a dolgokat. Isten szeret válaszolni azoknak, akik kérnek. Ha kérünk, és ő válaszol, teljesíti azt, amit kértünk tőle, ez bizonyítja azt, hogy közösségünk van vele. Bizonyítja azt, hogy ő dolgozik az életünkben. És attól kezdődően könnyebben felismerjük a szükségleteinket, és könnyebben az Úr elé visszük
a kéréseinket. Hiszen már ha van ima tapasztalatunk, akkor tudjuk azt, hogy ki az, aki meghallgat, és ki az, aki válaszol. János evangélium a 11. fejezetének 41. 42. versében Jézus Krisztus is, aki állandó kapcsolatot ápolt a mennyel, érezte, hogy szüksége van az imára, és megtapasztalta, hogy mit jelent az Atya elé vinni a kéréseit, de azt is megtapasztalta, hogy mit jelent, amikor az Atya válaszol. És olyan szép ez a gondolat a János 11.41.42-ben, ahol azt mondja az ige, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem, tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ugyanakkor, hogyha elismerjük, hogy szükségben vagyunk, és Isten elé hozzuk a kéréseinket, akkor a kérés megóv attól, hogy később magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget azokért az eredményekért, amit elértünk, úgy a lelki életben, vagy pedig a mindennapi életünkben, a fizikai, polgári életünkben. Ugyanakkor a kérés emlékeztet bennünket arra is, hogy egy függőleges viszonyban vagyunk Istennel. És állandóan a mi kapcsolatunk, a mi életünk Istentől függ. Elismerjük ezáltal, hogy ő irányítja az életünket. Elismerjük azt, hogy készek vagyunk az ő kezébe letenni kéréseinket, az egész életünket. És nem mi magunknak akarjuk azt. Figyeljük meg a következő feltételét az ima meghallgatásnak. Ha már felismertem a szükségletet, ha már kérek is, akkor nagyon fontos, hogy hittel kérjem. Tehát a harmadik feltétele az ima meghallgatásnak a hit. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. versében arról olvasunk, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Azt mondja ez az ige, hogy Isten azokat jutalmazza meg, akik őt keresik, akik ők tőle kérnek. De hogyan kell keresni, hogyan kell kérni tőle? Hittel, ugye? Hinnünk kell, hogy ő létezik, és hinnünk kell azt, hogy ő meghallgat, és választ is ad, hogy megjutalmazza azokat, akik keresik. Az igazi hit az az adományozót, az az Istent keresik, nem az adományt. Hit Istenben, ez nem azt jelenti, hogy hiszünk egy megadott válaszban. Nem arról van szó, hogy hiszem azt, hogy megkapom, amit kérem. A hit az a bizalom, hogy Isten tudja, mire van igazán szükségem. És annak ellenére, hogy nem mindig akkor és úgy kapom a választ, ahogy én szeretném, de még az Isten hallgatása is válasz számunkra. Még ha nem jön válasz, az is válasz. Látnunk kell azt, hogy az imával kapcsolatban profétasság lelke Ellen G. White azt írja, hogy az ima az a lélek lélegzetvétele. És Pál apostol pedig arra figyelmeztet, és arra szólít fel, hogy szüntelen imádkozzatok. Tehát az ima a számunkra olyan kell legyen, mint a levegővétel. Természetes. Nem felejtünk el levegőt venni, de hogyha nem vennénk levegőt, akkor milyen kevés ideig lennénk képesek élni.
Tudósok azt mondják, hogy élelem nélkül akár 40 napot is el lehet élni, víz nélkül akár 7-8 napot is el lehet érni, de levegő nélkül mennyit? 2-3 percet? Vagy talán még annyit sem. Tehát az ima meghallgatás feltételeit nagyon fontos, hogy mind az úgynevezett apró betűs részt ismerjük és tudjuk. Miután felismerjük, hogy szükségben vagyunk, miután megértettük azt, hogy a kéréseinket hittel kell Isten elé tárni, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozásban kitartóak is legyünk. Az ima meghallgatás egy másik feltétele, a kitartás. A Királyok első könyve 18. és 19. fejezete bemutat nekünk egy történetet, ami a Kármel hegyén történik. Azt látjuk, hogy miután a Bál papjai egész nap kiáltottak az idegen Istenhez, a Baálhoz, hogy választ küldjön és tüzet hozzon alá az égből, nem jött semmi válasz. Illés egy egyszerű, rövid imádság elmondása után azonnal választ kap az Istentől. Viszont ezután, a gyors válasz után Isten próbára teszi Illésnek is a hitét, a kitartását. Hiszen a történet tovább folytatódik. A hegy tetején ott látjuk Illést, amint könyörög, hogy végre 3,5 év után újra első áztassa Izrael földjét. Minden egyes elmondott ima után elküldi a szolgáját, hogy nézze meg, nem látszik-e valami a hegy tetejéről, valami közeledő felhő. 7-szer imádkozott és küldte el a szolgáját, és ha feladta volna a 4. vagy az 5. ima után, vajon mi történik? Az Adventista Biblia kommentárban Ellen White azt mondja, hogy amikor Illés a Kármel hegy tetején az esvéért imádkozott, hite próbára lett téve, de kitartott kérésében Isten előtt. 6 alkalommal imádkozott őszintén, és nem volt jele annak, hogy könyörgése meghallgattatásra talált, de erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha 6. alkalom után elcsüggedve feladta volna, imája nem hallgattatott volna meg, de kitartott mindaddig, amíg választ kapott. Ennek a történetnek az alapján tehát elmondhatjuk, hogy időnként Isten a kitartásunkat kéri. Ahhoz, hogy választ adjon, ahhoz, hogy választ küldjön az imáinkra, nem szabad 1-2 ima után feladnunk. Ezért nagyon fontos, hogy kitartóak legyünk. Imádkozzunk gyermekeinkért, imádkozzunk szeretteinkért, szüleinkért, barátainkért, szomszédainkért, ismerőseinkért. Imádkozzunk érettük szüntelen. Tartsunk ki az imádkozásban. És higgyük el, hogy Isten egy megadott időben, egy megadott pillanatban küldeni fogja a választ. Mi csak tartsunk ki. Ne hátráljunk meg. Egy másik nagyon fontos feltétele az imádságnak a megbocsájtás lelkülete. A Máté 6. fejezetéből ismerhetjük a mi atyánk imádságot, a minta imát, és a minta imádság közepén, ugye Máté 6.12-ben olvashatjuk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tehát ahhoz, hogy
megbocsátásban részesüljünk, amit Isten ajándékként, adományként biztosít számunkra, ahhoz szükséges az, hogy mi is készek legyünk másoknak megbocsájtani. És különösképpen, ha isteni bocsánatért esedezünk, akkor ez különösképpen feltétele annak, hogy a mi imánk meghallgatatásra jusson. De ne gondoljuk azt, hogy bármilyen kérés, vagy bármilyen Isten elé tárt gondolat meghallgatatásra juthat úgy, hogy közben haragszok valamelyik családtagomra, fele barátomra, vagy munkatársamra. Tehát az ima meghallgatás egyik nagyon fontos pontja a megbocsájtó lelkület. Az Úr Jézus Krisztus egy példázatot is elmondott arra, hogy szemléltesse, hogy milyen fontos a megbocsájtás. A Máté Evangélium a 18. fejezetében találjuk ezt a példázatot, amikor Péter odament az Úr Jézushoz, és megkérdezte, hogy hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom. És az Úr Jézus válaszol neki, hiszen Péter megkérdezi, hogy még 7-szer is. És az Úr Jézus ezután elmondja, hogy nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. A Máté 18.21-22-ben. És utána pedig következik ez a példázat. A példázat bemutat egy királyt, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Tehát magához hívja a szolgáit, és elszámoltatja őket, hogy kivel hogyan áll, ki mivel tartozik neki, ki milyen munkát végez. Az Úr Jézus példázataiban elég sokszor visszatérő ez a jelenet, ami azt is igazolja, hogy mi mindannyian Isten előtt számadással tartozunk. Számot kell adnunk mindenért, ami szavainkért, ami tetteinkért, azzal, hogy mit teszünk az időnkkel, hogyan osztjuk be, mivel töltjük el, vagy számot kell adni még azzal is, amit Isten ránk bízott, mint sáfárokra, az anyagi javakkal, a pénzünkkel is Isten előtt el kell számolni. És példázat itt arról szól, hogy egy szolga nagyon-nagyon sok adósságot halmozott fel. 10 000 talentummal volt adós. Ezt soha nem lett volna képes megadni. Ezért a király elengedi neki az adósságot. Milyen csodálatos dolog, nem? Amikor valaki akár egy kisebb összeget, vagy akár egy nagyobb összeget, amivel esetleg tartozunk, azt mondja, hogy nem kell megadjad. Nem kell megadjad. Olyan jó dolog ez. Viszont figyeljük meg, hogy a példázat szerint ez a szolga nem értékelte eléggé az ő királyának, az ő urának megbocsájtó lelkületét. Mert amint kiment és találkozott egy szolgatársával, aki szintén tartozott neki, azt börtönbe vetette, és követelte, ha bár csupán 100 dénár volt annak az adóssága, követelte, hogy azt adja meg neki. És a 34-35 versek mondják el nekünk azt, hogy milyen fontos, hogy megértsük a megbocsájtó és a megbocsájtás lelkületének a fontosságát. Különösen az ima meghallgatás szemszögéből. Azt mondja itt az ige, és megharagudván az ő ura, átadta őt a hórihírok kezébe, míg nem megfizeti, mind, amivel tartozik. És a 35. vers, eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő
atya fiának az ő vétkeit. Tehát mindaddig, amíg elfogadjuk Isten bocsánatát magunknak, addig megbocsátóak leszünk mások felé. Ha nem tudunk megbocsátani másoknak, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogadjuk el, vagy nem értékeljük, vagy nem tartjuk szükségesnek az életünkben az isteni bocsánatot. Az Úr Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy a mi bűneinkre bocsánatot szerezzen. De ő nem erőlteti ránk az ő bocsánatát. Ha visszautasítjuk, akkor ő tiszteletben tartja a döntésünket. És nagyon fontos megérteni, hogy itt nem csak egy felszínes megbocsájtásról van szó. Amikor sokszor kikényszerített megbocsájtást látunk, úgy a családban, vagy a társadalom bizonyos rétegeiben. Akinek van két gyereke, az tudja, miről beszélek. Amikor a gyerekek összevesznek, amikor a gyerekek valamin civakodnak, akkor mi szülők a hibás félnek azt mondjuk, hogy kérj bocsánatot. Na ez amolyan kikényszerített bocsánat. De így megtanulhatják a mi gyermekeink, hogy a bocsánat kérés nagyon fontos helyen kell legyen az életükben. És talán eljön az az idő is, amikor maguktól kérnek bocsánatot. És mennyivel inkább nekünk, felnőtteknek kell ezt érteni és tudni, hogy magunktól kérjünk bocsánatot. Azt mondja itt az ige, hogy nem felszínesen, hanem azt mondja, hogy ha szívetekből meg nem bocsátjátok. Hogyan kell tehát megbocsájtani egymásnak? Hogyan kell bocsánatot kérni egymásból? Egymástól? Tiszta szívből. Szívből csak úgy tudunk megbocsájtani, ha szívből elfogadjuk az Isten bocsánatát. Tehát az ima meghallgatás egy nagyon fontos feltétele a megbocsájtás lelkülete. Az ima meghallgatás egy másik feltétele, hogy menjünk oda, ahol az ima készül, vagy legyünk ott, ahol az ima készül. Hol készül az imádság? A Máté evangéliuma 6. fejezet, ugye már említettük a minta imádsága kapcsolatban. Máté 6.6-ban az Úr Jézus Krisztus arról beszél, hogy az imádság az a belső szobában készül. Ezt szoktuk nevezni titkos imádságnak is. Tehát a hatékony ima élethez és az ima meghallgatás egyik feltételéhez hozzátartozik az, hogy legyen egy személyes ima életünk. Legyen egy titkos szobánk, úgymond belsőleg egy bezárt ajtó, amikor csak én vagyok és Isten. Amikor csak Isten és én vagyok jelen. Jézus azt mondja, hogy aki titkon imádkozik, az nyilvánosan kapja meg a jutalmát. De a közösségi ima is nagyon fontos. Nagyon fontos a családi áhítat, a családi oltár, ahol a mi gyermekeink előtt imádkozunk, feltárjuk a család lelki, fizikai szükségleteit. Máté 18.19-ben arra figyelmeztet bennünk az Úr Jézus, hogy ahol ketten egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek,
megadja nékik az én mennyei atyám. Ez azt jelenti, hogy a közösségi imát is gyakorolni kell. Legyünk olyanok, akik gyakoroljuk a családi áhítatot, de legyünk ott, a gyülekezetben is, az Isten tiszteleteken, az ima órákon, hiszen a közösségi ima nagyon nagy fontossággal bír. Ahol ketten egy akaraton vannak, az az ígéretünk van, hogy az meghallgatatásra jut. Az egyik oka a csoportos ima hatékonyságának, hogy Isten meg tudja oldani az egyik legnagyobb problémáját az embernek. És pedig azt, hogy az ember hajlamos arra, amikor imádkozik, hogy még az ima meghallgatást is úgymond önző módon magának tulajdonítsa. És azt mondja, hogy hát igen, azért jött válasz az Istentől, mert én imádkoztam. De hogyha két ember imádkozik, ha öt ember imádkozik, ha 10, 20 vagy 100 ember imádkozik egy közös cél érdekében, minél többen vannak egy akaraton, senki sem válik önzővé ilyen esetben. Így nem az ember magának tulajdonítja a dicsőséget azért, amilyen választ kap az imájára, hanem ha többen imádkozunk ugyanazért, és Isten meghallgatja, teljesíti, akkor az Istent dicsőíti majd ez a közösség, és neki ad hálát. Az ima meghallgatásnak egy másik fontos feltétele az ima és a munka kapcsolata. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a remeték, akik elvonulunk a világtól, és csak imádkozunk, és az emberektől elzárjuk magunkat. Az Úr Jézus Krisztus bemutatta az igazi ima életet. Jézus a hegy és a tömeg között élte az életét. Az ima a hegyen és a közösségben vagy a tömegben pedig a munka. Az emberek között feltöltődhetünk, megismerhetjük lelki szükségleteiket, megismerhetjük, hogy mi az, amivel küzdenek, és mi magunk lehetünk válasz az imáikra, és mi magunk vihetjük Isten elé az ő kéréseiket. Az ima élettel sokszor azért gyűlik meg a bajunk, mert nem dolgozunk, nem végzünk lelki munkát, nem törődünk a másik ember lelki szükségletével. Ez ugyanúgy van, mint a fizikai életben, hogy ha keveset mozgunk, keveset dolgozunk, vagy esetleg inkább csak ülőmunkát végzünk, akkor kevesebb kalóriára, vagy kevesebb táplálékra van szüksége az embernek. De hogyha elkezdünk többet mozogni, edzeni, vagy sportolni, vagy kemény fizikai munkát végezni, mindjárt érezzük, hogy hamar éhesek leszünk, és több élelemre, több kalóriára van szükségünk. Ahhoz, hogy egészséges legyen az ima életünk, vállalnunk kell a keresztény szolgálatot, mert az ima és a munka egyensúlya fontos feltétele az ima meghallgatásnak. Amikor elkezdtem a lelkészi szolgálatomat még Kárpátalján, Ukrajnában, akkor egy idős felszentelt vén azt mondta, hogy most beültél egy csónakba, aminek van két evezőlapátja. És az egyiken azt írja, hogy imádkozz, és a másikon azt írja, hogy dolgozz. És ha csak az egyiket húzod,
akkor mind körbe fogsz járni, és nem fogsz haladni. Ha csak imádkozol, az még nem fog előre juttatni. Ha csak dolgozol, de nem imádkozol, és másik evezőlapátot húzod, akkor is ugyanúgy jársz. Tehát a kettőt együtt kell húzni. Imádkozz és dolgozz. Ez a kettő együtt viheti előre a lelki életünket. Még egy meghallgatás feltétele van az imának, és pedig kérjünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Imádkozzunk az ő nevében. A János 14:14-ben olvashatjuk, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Nem mehetünk Isten elé a saját igazságunkkal. Nem mehetünk a saját nevünkben Isten elé. Mert a mennyei bank csak a Jézus aláírásával nyílik meg. Jézus nevében erő van. És az ige arra tanít, hogy az ő nevében tárjuk fel a mi kéréseinket Isten előtt. Jézushoz vezető út című könyvben mondja Ellen White, ám de Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima elején és végén. Uralja Jézus lelkülete és indulata imáinkat, ígéreteit hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük. Ahhoz, hogy így imádkozzunk, közvetlen kapcsolatunk kell legyen ő vele. És végül, de nem utolsó sorban, még egy feltétel, és ez az utolsó, még vannak mások is, ugye, de mai alkalommal ennyi fér bele az időbe, a háladás és a dicséret. Sose feledkezzünk meg hálát és dicséretet mondani, akkor, amikor megtapasztaljuk az isteni választ az imádságainkra. A zsoltárok tele vannak Isten dicsőítő énekekkel, imádságokkal. Például a Zsoltár 107:8-ban olvassuk, adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelmiért, és az emberek fia iránt való csoda dolgaiért. Miért fontos a dicséret és a háladás? Mivel így a dicsőséget annak adjuk meg, akit megillet. Amikor köszönetet mondunk a sok jóért, amikor észrevesszük az Isten kezét az életünkben, akkor ne maradjunk némák, hanem dicsőítsük őt, adjunk hálát. Isten azt akarja, hogy örömet találjunk az ima életben és a szolgálatban, a munkában. Jézushoz vezető út 83-as oldalon mondja Ellen White, hogy imáink és áhítataink ne csupán kérésből álljanak, gondolataink ne csupán saját szükségleteinkre irányuljanak, hanem gondoljunk azokra a jó téteményekre is, melyeket elvettünk. Túl sokat sohasem imádkozunk, és hálánkkal gyakran takarékoskodunk. Napról napra részesülünk Isten kegyelmének ajándékaiban, és mégis mély kevés hálát tanúsítunk iránta. Mi keveset magasztaljuk és dicsőítjük azért, amit velünk cselekedett. Van, amiért hálát adj, van, amiért dicsőítsd az Urat, akkor nem mulaszd el. Kedves nézők, én kívánom azt mindannyiunk számára, hogy megálljunk és elgondolkozzunk ezen az apró betűs részen, hogy mik az íma meghallgatás feltételei. És segítsen bennünket a mennyei jó atya, hogy elmondhassuk a zsoltárossal együtt, amit mond a 37. zsoltár 4. verse, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Ezt kívánom mindenki számára az Úr Jézus kegyelméből. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, hálával van tele a szívünk, és felemeljük szavunkat mindazokért, az áldásokért, amiket elvehetünk nap mint nap kezedből. Köszönjük életünket, köszönjük egészségünket,
Köszönjük, hogy még tartott kegyelmedet felettünk. Köszönjük, hogy még mindig tanítasz bennünket imádkozni, és figyelmünket ráirányítottad a mai alkalommal az ima meghallgatás feltételeire. Segíts felismerni, hogy szükségben vagyunk. Őrizzél a Laodicea lelkülettől, hogy azt képzeljük valaha is, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, és semmire nincs szükségünk. Segíts felismerni, hogy minden nap a te kegyelmedre szorulunk, és ezért segítsél, hogy minden nap kéréseinkkel, háladásunkkal, dicsőítésünkkel járuljunk te elődbe. Köszönjük azt, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy az ima meghallgatás feltételei közé tartozik a megbocsájtás lelkülete, hogy valóban készek legyünk megbocsájtani azoknak, akik bántottak minket, vagy akik rosszat akartak nekünk. Segíts bennünket arra is, hogy felismerjük, hogy az ima önmagában még nem elég. Szükséges az, hogy munkálkodjunk, hogy dolgozzunk a körülöttünk élő emberekért, hogy ne csak a magunk szükségleteit lássuk, hanem lássuk azt, hogy másoknak is szüksége van a közben járó imádságainkra. Segíts megtanulni ezt, és adj, hogy megtanuljunk a mi megváltó Jézus Krisztusunk nevében imádkozni, hogy ne magunknak tekintsük az imának az eredményét, hanem egyedül te neked. Segíts megtanulunk, hogy szükség, hogy egy akaraton legyünk másokkal. Szükség a közösségi ima és az egyéni ima, a titkos imádság. Segítsél, hogy felfogjuk azt, hogy milyen szükséges, hogy hálánkat is kifejezzük a meghallgatott imáink iránt, hogy dicsőítést zengjünk te néked minden napon. Segítsél örömöt találni az ima életben és a lelki szolgálatban, így bízzuk magunkat tereját, legyen neked hála és dicséret, ami Jézusunk, megváltónk nevében imádkoztunk. Amen.
Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak, és köszönjük Farkas Győző lelkipásztornak, hogy bemutatta az ima meghallgatás feltételeit. Bárcsak ennek fényében imádkoznánk minden alkalommal. Talán a legnagyobb kihívások mégis az ima meghallgatás kapcsán az lenne, hogy el tudjuk fogadni Isten válaszát, akaratát életünkre nézve. Hogy el tudjuk fogadni saját életünket, mindazt, amit a Jóisten megenged abban. Kívánom mindannyiunk számára, hogy amikor imádkozzunk, meg tudjuk érteni Isten válaszát, az ő akaratát a mindennapjainkra, a teljes életünkre. Amen.